Halihó! Haladunk szépen tovább a Star Wars filmekkel. Az előző alkalomkor a Bajos Árnyakról hoztam el nektek 10 érdekességet, most pedig a közönség által legkevésbé kedvelt második epizódról mesélek, szintén 10 darabot, vagy egy picit többet is. Jó szórakozást! Samuel L. Jackson nagyon sok ikonikus karaktert keltett életre pályafutása alatt, és Mace Windu mellett meg kell említeni Jules alakítását is a ponyvaregényből. Aki látta a Mért Lila Mace Windu fénykardja videómat, még réges-régen, az tudhatja, hogy Mace Windu fénykard markolata eredetileg tartalmazza a ponyvaregényben látott pénztárca Bad Motherfucker, azaz faszagyerek szövegezését. Ezt sokan el véletlenek hitték annak idején, de amikor Anakin mérgében buckalakókat kezd legyilkolni, valóban hallható Qui-Gon Jinn hangja. Ez később a Klónok háborúja sorozat, ahol Qui-Gon Jinn újra visszatér és alátámasztotta, hogy bizony Qui-Gon fizikai testének halála után is interakcióba tudott lépni az élőkkel. A Kaminon, amikor Jango Fett megküzd Obi-Wan Kenobival, a harcuk végén Jango felszáll a hajójára és éppen időben hajtja le a fejét, amikor az ajtó kezd becsukódni. Ez egy poénos referencia, ami szánt szándékkal lett így készítve. 1977-es egy új reményben ugyanis történt egy kisebb baki, amikor a halálcsillagon az egyik rohamoszlagos beveri a fejét a nyitódó ajtóba. Ezt nem forgatták le újra, és végül ebben az állapotában adták ki a filmet. Padmé nem ijed meg, ha fegyvert kell használnia. Az arénában is hamar feltalálta magát és azokat a lövéseit, amiknek látjuk az útját, szinte kivétel nélkül mind célba érnek. Ez akár egy utalás is lehet lányára, aki szintén remek célba lövő volt, és szinte sose téveszt, nagyjából az összes lázadó katonára igaz lehet, akik csodálva határos módon mindig többször találják el a rossz fiúkat, mint fordítva. Ez megint csak egy jobban ismert tény, de a videó, amiben beszéltem erről, már 5 éves, így nem árt a frissítés. Samuel L. Jackson fénykardja a második részben igazából semmilyen háttértörténettel nem rendelkezik. Egyszerűen jobban akarta magát látni az arénában, és a legegyszerűbb módja ennek, ha nem zöld vagy kék színű a fénykardja, hanem valami más, mondjuk lila. Eleinte George Lucas vonakodott, mondván a Jedi fénykardja kék vagy zöld lehet, de később engedett a kérésének, és így valósult meg az első egyedi színű fénykard. You think maybe I can get a purple lightsaber? He's like, lightsabers are green, or lightsabers are red. I'm like, yeah, but I want a purple one. You know, 300 lightsabers in there. There I am right there. Dooku és Yoda párbaj eredetileg egész máshogy zajlott volna le, viszont Lucas úgy gondolta, muszáj megmutatni a Yoda hatalmát egy erőfitoktatással, mielőtt egymásnak esnének. A Dookut alakító színész Christopher Lee referenciaként egy báb Yodát mégiscsak kapott, hogy tudja hova kell néznie és hova kell suhintania. Azonban itt jön egy kis csavar, ugyanis ez a báb nem volt teljesen megegyező Yoda alakjával. A vicc kedvéért a metszőfogai ki voltak hegyezve, mint a vámpíroknak, ezzel utalva az 1959-es Dracula grófra, amiben a színész a vérszívó szerepét játszotta el. Emlékeztek, hogy az előző top 10-es listából megemlítettem Ewan McGregort, aki szintén kölcsönözte a fénykardok hangját előszeretettel? Meglepődnétek, ha azt mondanám Hayden Christensen jó Padawan módjára ugyanezt tett a klónok támadása forgatásakor? Szóval miután felvették az első fénykard jeleneteket, Hayden bezúgatta fénykardját, majd George Lucas kuncogva közölte vele, hogy talán erre a hangkeverő srácok tudnak egy jobb megoldást is. A film leforgatása után Ewan McGregor szerepelt a 2001-es Sólyom végveszélyben című háborús filmben, amiben szakállát leborotválták és a haját is levágatták. A klónok támadása megjelenése előtt viszont a filmhez plusz jeleneteket találtak ki, amiket elkezdtek forgatni. Viszont annyi idő nem volt a két film között, hogy természetes úton vissza tudják növeszteni szakállát és haját, ezért csaltak. Az utóforgatások során póthajat és kamuszakállat helyeztek el McGregor fejére és arcára, így például, amikor Dooku elfogta Obi-Want, vagy amikor a templomban Yoda és Mace Windu társalog, Obi-Wannak észrevehetően másabb a haja és a szakálla, mint a korábbi forgatásokkor. Hé te! Igen, te! Képzeld el, hogy a csatorna megtekintőinek több mint a fele nincsen feliratkozva, úgyhogy légy kedves, gyorsan változtassunk ezen az arányon, méghozzá most. Köszönöm szépen! Egy kis érdekesség, amilyen filmes alapiskola, ahhoz, hogy a néző meg tudja különböztetni a jót és a rosszat, George-ék egy pár vizuális trükköt alkalmaztak. Az egyik ilyen, hogy ha jobban megfigyelitek a szeparatista sereget, mindig a képernyő bal oldaláról mozognak a jobb oldalára, ellenben a jók mindig a jobb oldalról közlekednek balra. A lövedékek színe is egy ilyen régi trükk, a piros a rossz, a kék a jó, akárcsak a fénykardok színei. A nap és a megvilágítás általában a klónok mögött van, így ez egyféle isteni glóriát eredményez,
ellenben a droidok mögött legtöbbször füstös háttér vagy borús égbolt van. Ugyanez igaz a rakéták által húzott csóvákra is. A jó fiúké tisztán fehér, a rosszaké pedig ilyen füstös szürkés. Most ez igazán érdekes, és az előző videóban is simán elfért volna, a Bajós Árnyak DVD kiadásában mellékelve adtak egy baki felvételt tartalmazó kiadást is, ez nincs más, hogy a klónok támadásánál sem. A DVD behelyezésekor a főmenüben 11-3-8 száma kombinációjával egy baki sorozat indul el, ám itt a Bajós Árnyakban látott R2-D2 zakózása helyett Hayden Christensen esik egy nagyot a forgatás közben. A Bajós Árnyak idején Yoda egy báb volt, ezt már megbeszéltük. Viszont az oka, amiért nem láttuk Yodát sosem fénykarddal küzdeni ezelőtt, arra vezethető vissza, hogy a báb nem tudja a fénykardot úgy megfogni, és nem lehet vele vívásra emlékeztető mozdulatokat elvégezni, ezért hanyagolták a dolgot. Viszont ezt a CGI Yoda már boldogan meg tudja tenni, és például a Yoda vs. Dooku párbajban, ha megfigyelitek, Yoda arcán látszódik a zöld fénykard megvilágítása, viszont Christopher Lee arcán nem látszik a vöröses fény. Ez pont azért van, mert Yoda egy számítógéppel generált modell, és a fénykardja is CGI, viszont Dooku egy valós személy, és a fénykard megvilágítása utólagos munkával lett odatéve, ezért az arcán nem látszódik ez a tükröződés. Sziasztok! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, de még nem menjetek sehova. Nagyon úgy néz ki, hogy én is tagja lehetek azon YouTube csatornáknak, akik elmondhatják magukról, hogy saját készítésű R2-D2 modell birtokosai lehetnek. A Facebookon és itt a YouTube-on is írtam már posztot erről, de most egy rövid ideig ebben a videóban is szeretném megemlíteni. Tartalmasabb beszámoló majd a csomagok megérkezésekor lesznek, most egyelőre annyival rabolnám az időtöket, hogyha vásárlásra szánjátok magatokat, használjátok a kuponkódomat, ezzel támogatjátok az én csatornámat is, és a meglepetések sora ezzel még nem ért véget. Találkozunk legközelebb is, addig is az erő legyen veletek. Mindig.